Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ma marhalevest fogok elkészíteni. Először odarakom a húst főni, amikor kiengedte a habját, akkor bele fogom rakni 7 darab sárgarépát, 1 darab fehérrépát, karalábét, egy zellergumót, egy fej hagymát, hogy szép színe legyen, paradicsomot, 2 krumplit, egy pár kelbimbót, fokhagymát, fűszerezésnek pedig szemesbors, illetve borókabogyó fog belekerülni, meg egy kevés só. Látjátok, elég sok sárgarépa van itt az asztalon. Ez azért van, mert ha kész van a húsleves, akkor a húst ki fogom belőle szedni, vagy legalábbis egy részét ki fogom majd szedni, és vadast fogok belőle készíteni. Úgyhogy tartsatok velünk ebben a videóban is. Szépen felhabzott a leves, úgyhogy ezt egy szűrővel most le kell szedni. Elkészült a leves, 3 órát főtt kislángon a tűzhelyen, vajpuhára főtt benne a sárgarépa is, és a marha hús is. Ahhoz, hogy igazán szép, kristálytiszta legyen a lé, kivesszük a zöldségeket, kivesszük a húst, majd egy apró szemű szűrőn keresztül átszűrjük a levest. Erre azért van szükség, mert a fűszer és egyéb zöldségmaradványoktól így meg tudunk szabadulni. Tehát még egyszer a recept, a húst megmossuk, majd egy lábosba tesszük, és annyi vizet teszünk hozzá, hogy ellepje. Közepes gázlángon hagyjuk, hogy felforjon, majd a hús habját, hogyha kell, akár többször is leszűrjük. Beletesszük a fazékba a zöldségeket, a hús mellé megfűszerezzük, megsózzuk, majd kislángon 2-3 óra alatt készre főzzük, ha a hús és a zöldségek megfőttek, célszerű szűrőn átszűrni a levest. Köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat. Sziasztok!